Szerbusztok! Ez október elsőjei dal, kettőnk közt a 188. Ezt én egyszer megígértem, hogy sorra kerül. Igazából az lett volna a mázli, úgyhogy 183 után, tehát pont fél időben jön elő. De most is nagyon rendben van, ezt húztuk most a kalapból. 112 BPM a tempója, és hát azért mondom, hogy jó lett volna felénél, mert az a címe, hogy túl vagy a nehezén. Ez tehát a tempó, és biztos, hogy észre fogjátok venni, hogy egy picit ritmikailag hajaz a Beatrice legendás popdalára. Megvolt a munka, megjött a fizetés, a költekezés még hátra. Hát ha ez egyszer kitart majd végig, de tudti, hogy elég volt mára. Megvolt a bevásárlás, mondtad, mi kéne, meg is kaptad. Ami még most jön, az már csak ösztön, csak csináld én meg, majd hagylak. Refrén. Idáig jutni, ki hitte volna, tegnap még nem volt egyben a felese, megcsináltuk, megcsináltad, túl vagy a nehezén, most jön a neheze. Most élted le az életed felét, én meg az egészet lassan, és több, mint a felét mellettem élted a felének, pont velem spamban. Idáig jutni, ki hitte volna, tegnap még nem volt egyben a felese, megcsináltuk, megcsináltad, túl vagy a nehezén, most jön a neheze. Idáig jutni, ki hitte volna, tegnap még nem volt egyben a felese, megcsináltuk, megcsináltad, túl vagy a nehezén, most jön a neheze, túl vagy a nehezén, most jön a neheze, túl vagy a nehezén, most jön a neheze. Ünnepelni kéne, ha volna, hová menni? Moziba, vagy buliba, vagy inni egy valamit, de mostanra nincs ittva semmi. Megvan a feeling, nézik a srácok, milyen lesz akkor az ünnep? Hát olyan, amilyen lehet ilyenkor, ha az évek magukba gyűlnek. Idáig jutni, ki hitte volna, tegnap még nem volt egyben a felese, megcsináltuk, megcsináltad, túl vagy a nehezén, most jön a neheze. Idáig jutni, ki hitte volna, tegnap még nem volt egyben a felese, megcsináltuk, megcsináltad, túl vagy a nehezén, most jön a neheze, túl vagy a nehezén, most jön a neheze, túl vagy a nehezén, most jön. Nagyon ajánlom a dalt bárkinek, akinek mondjuk jelentősen fiatalabb a felesége, és egyszer csak konstatálja, hogy már többet élt vele, mint nélküle. Mert így ezek a kis számok, ezek gyorsabban duplikálódnak. Hát azt nem tudom, hogy... Szerintem ez jó ez a tempó, de nem kell ledarálni, hanem körülbelül úgy a második verze után lehetne valami kis zenei rész. Ez többször előjött ez a struktúra, valahol az aranymetszéssel ez rímel. Tehát túl vagy a nehezén, most jön a neheze, most meg kell írni hozzá a zenét, nem lesz olyan nehéz, remélem élvezetes lesz. Szevasztok holnapig!